A magyar fiatalok és az egészséges életmódra nevelésük Magyarország első számú nemzeti ügye. Az országnak ezért erős, egészséges, harcos és elkötelezett fiatalságra van szüksége, mondta Orbán Viktor Csengerben. A Makovecz Imre építész munkássága előtt látványos bejárattal tisztelgő egyszintes tanúszoda avatásán a miniszterelnök hozzátette, a kormány minden járás központjában tornatermet, sportcsarnokot és uszodákat létesít. Az uszoda, amit most át fogunk adni, az első fecske. Első fecske abból a 24-ből, amelyet július végéig fogunk átadni. Azt a döntést hozta a magyar kormány, hogy minden járásközpontban, legalább minden járásközpontban kell lennie egy olyan uszodának, amely részben kiszolgálja az itt élőket, másfelől pedig kiszolgálja a fiatalok nevelését és oktatását és testedzését. A miniszterelnök elmondta, a kormány nem feledkezett meg a vidéki területekről, így a csengeri térségről sem. Hozzátette, a városban több fejlesztést is elindítanak. 650 millió forintból fejlesztik és bővítik az ipari parkot, valamint új buszpályaudvar is épül. A mostani határ másik oldalán lévő vetési ipari parkot azt össze kellene kötni az önök városával. A határig vezető utat biztosan meg fogjuk építeni, és egyezkedésbe kezdünk a román kormánnyal, hogy ott egy határmetszési pontot hozzunk létre. És végezetül megállapodtunk abban, hogy miután nemrégen járhattam Szatmárnémetiben, és ott a polgármester úrral, az ottanival kezet ráztunk a tekintetben, hogy a M49-es utat négysávosítani fogjuk, és Szatmárnémetig elvisszük a négysávos közúti rendszert. Ennek az ide első részét hamarosan tervezni kezdjük, és látni fogják, hogy meg is építjük. Csenger polgármestere beszédében hangsúlyozta, ma egy álom vált valóra, amelyet a térségben élők csak nem 4 évtizede vártak. Itt állunk egy gyönyörű épület előtt, egy olyan épület előtt, ami a 21. századnak megfelelően a legmodernebb technológiával készült el, de ami még ennél is fontosabb, itt ebben a gyönyörű szatmári kisvárosban, Makovecz városában. Az átadás után a helyi gyerekek azonnal birtokba vették a tanúszodát.